Sziasztok, ez itt a heti anime brutos verziója, immáron a 264. epizódjával. Megkaptuk a beharangozott, ijesztős epizódot, ami tovább tudta növelni az egyrészes történeteinknek a számát, azonban maga a megvalósítás megosztóra sikerült. Többet is ki lehetett volna hozni ebből a kalandból, de így is kaptunk jó jeleneteket, illetve érdekességeket is elcsíphettünk. Tényleg fel tudtak mutatni 7 különböző rejtét, ami képes lehet megijeszteni a gyerekeket, sőt még a felnőtteket is, hiszen elmenni egy sötét, csendes helyre azért nem tűnik békésnek. Rávilágítottak közben Kaénak a szomorúságára, illetve arra is, hogy Shinónak az élete semmit se változott az eltelt idő alatt, valamint arra is választ kaphattunk, hogy Narutónak a lánya már nem számít annyira kicsinek. Az első jelenetben felvezették az esti kalandot, és különös módon itt jobban tettek a hangulatért, mint később, amikor Kawakiék elmentek az akadémiára. Lehet, hogy a készítők nem akarták ellőni a szokásos kliséket, hogy mondjuk japános dallam nyomasztóan szól a háttérben, miközben ijesztő jelenet megy a képernyő. Míg a helyszínek vörös ábrázolásokat kapnak, és a nézet is ijesztően mozog a képernyőn, de lehet, hogy ezt kellett volna inkább választani. Mert egy ilyen kalandban a hangulatok, illetve maguk a jelenetek a legfontosabbak, az előbbiből pedig sokat veszítettünk, amikor tényleg elkezdődött a 7 rejténynek a felderítése. Még nagyobbat szólt volna a kaland, ha egy csapat helyett Kawaki és Himawari mennek el együtt az épületbe, és legfeljebb Ka emeltett volna velük. A csapatos bóklászás ugyanis csak akkor tud jól működni, ha a csapat szemszögéből látjuk a dolgokat, miközben a környezet távol van, és a csapatnak a szemszögéből fedezzük fel azt, hogy mit fogunk látni. Azzal, hogy Kawaki is csatlakozott a csapathoz, jól jártunk, mivel így ismét érezhettük azt, amikor a nagyobb gyerek a kisebbekkel kényszerül lenni. Shinónak a jelenléte nagyon jól jött, hiszen ritkán tud szerepelni a szereplőnk, ráadásul úgy viselkedett, ahogy az tőle elvárható. Nem lehet más, csak ő, aki hajlandó kitakarítani az osztályt, pedig az iskolában lennie kell takarítóknak is. Ezáltal a hősünk büszkeségből akart segíteni, hogy ezzel is tudja növelni a japán dolgozóknak a böcsületét, akik böcsületesen akarnak dolgozni. Hogy akkor is tovább maradnak a munkában, amikor nincs is rá szükség, de így böcsület munkát végezhetnek, ami böcsületesnek számít. Azt is megtartotta a történet, hogy most is elfelejtik a hősünknek a nevét, noha magát a Shino nevet elég könnyű megjegyezni, ezáltal ez már hatásvadászatnak számít. Ez a fajta poén azonban régebbre nyúlik vissza rá, mert őt nem vitték magukkal Narutóék, amikor vissza akarták hozni a bödönbe bújtatott Sasukét. A történet pedig azóta poénná tette elfelejtetni a hősünket, és úgy tűnik, hogy Himawariéknak a generációja se szeretne kimaradni a mókából. A készítők is beálltak a poénkodásba, ezért nem adnak több szerepet Shinónak, noha a szereplő több ponton is bevethető lenne. Találkozhatna az egyik epizódban Hinatával, mint a volt csapattársával, de az is nagy lenne, ha lenne egy külön része Narutóban. És átbeszélhetnék azt, hogy Shinót miért felejtették el annak idején, amikor a képességei Shikamaruéval vetekedik. Sőt, bizonyos szempontból még jobbnak is számít, hiszen a bogarakat többféleképpen lehet bevetni, mint mondjuk az árnyék technikákat. Ahogy az akadémián voltunk, le is szállt az este, ami jó rajzolásokat eredményezett, és legalább ezzel adóztak a hangulatnak a készítők. Azt ellenben furcsának találhattuk, hogy a szál nem tért ki a gyerekeknek a szüleire. Elvégre mégiscsak nem voltak időben otthon, azt pedig nem mutatták, hogy Hinata elengedte Kawakiékat lógni egy kicsit. Narutóéknak az iskoláját sosem mutatták be igazán, hiszen a fő történetben nem volt idő ilyesmire, de most több helyszínre is elvittek bennünket, és legalább ezért megérte megcsinálni ezt a szálat. Jó választás lett a történettől, hogy sorba ismertük meg a rejtélyeket és a helyeket, ahol a legendák kialakultak, és mind olyan eset volt, amik a valódi hiedelmekben is előfordulnak. Így az, hogy meg lehet ijedni egy csontvásztól vagy egy anatómiai bábutól nem hangzik hiteltelennek, főleg akkor, ha este látjuk. A csontváz azért lehet ijesztő, mert a halált juttatja az eszünkbe, és még akkor is nehézkes hozzáérni, ha nem is igazi csontot fogunk meg. Míg az anatómiai bábú a nyúzott embert juttathatja az eszünkbe, hiszen vannak rajta olyan részek, amelyek az emberi húst szeretnék bemutatni, valamint az ereket és az inakat. De a legrosszabb a szemhéjak nélküli szemgolyók, amivel olyan a hatás, mintha egy boncolt hullát látnánk. Így az, hogy egy ilyen bábú tudta megadni a számunkra az egyik rejtének az egyikét, ütős horror elemnek számít, ráadásul bátor tett volt Himawariéktól az, hogy egy percnél tovább tudtak maradni egy ilyen helye.
Ahhoz viszont, hogy a mozgó bábút megkapjuk, be kellett szervezni valakiket, vagyis egyből elárulták, hogy csak rá akartak ijeszteni a gyerekekre, és egyik rejtése lehet valódi. Ez rossz választásnak tűnik, hiszen itt kiveszett a csoda a szálból, vagy ha mégis ezt szerette volna választani a történet, akkor a történetívüknek a végén kellett volna lebuktatni Kavakiékat. Az is érdekesnek számít, hogy a szellemekben és a szörnyes hiedelmekben nem akarnak hinni a Naruto világában élő emberek, holott vannak bijúk, akik hordozzák magukon a hiedelmek érzését. Valamint emberfeletti képességekre tudnak szert tenni, ha használják a csakrájukat, ráadásul vannak olyan tárgyak is, ha Ginkakura és Kinkakura gondolunk, amelyeknek képességeik is vannak. A sorozat meg akarja őrizni azt, hogy Borutóék világa képviselhesse a valóságot, és azt is, hogy léteznek benne misztikus dolgok is. És nem szeretné elengedni annak a gondolatát, hogy mondjuk a szereplők emberi viselkedéssel tudjanak reagálni egy kísértetes históriára. Ha nem így tenne, kiveszne a nézők együttérzése a szereplők felé, amikor szaradáik mondjuk hétköznapi dolgokat csinálnak. A nézők pedig úgy is tudják, hogy láttak valamit az egyik epizódban, ráadásul a történet nem is szokta ezt megcáfolni. Ilyen az onsen fürdő szelleme is, aki a viccen túl is valódi jelenlétként maradt meg a Naruto szériában. Kae nagyon szerette volna azt éreztetni, hogy ő már nem számít kicsinek és felnőttesebb gondolatai vannak, és hiába árulta el azt a történet, hogy egy kicsivel idősebb lehet Himawaraéktól, annyira nem látszik olyan nagynak. Úgy viselkedett, mintha vagy 16 lett volna, aki nem akarja elvenni a kisebbek képzelgéseit. Amivel megváltozott némileg a karaktere, és lehetséges, hogyha tovább fogjuk nyitogatni a hátterét, jobban meg fog változni a hősnő. Nem csak az emberét tudta beszervezni, hanem Kavakit is, és ahogy állt rajtuk ez a ruha, a poém magas szintet ért el. Van bennük Gai Sensei hatás is, hiszen ez a ruha is képes kiemelni a vonalaikat, mint Lee-éknek a ruházata, de a kíváncsi tekintet is hozzátett nagyon a megjelenésükhöz, amelyeket a kíváncsi szellemek szoktak vágni. Arra nem adtak választ, hogy maszk volt-e rajtuk vagy festés, de így is döbbenetes lett, hogy ilyen beöltözést tudtak produkálni, és úgy mozogtak, mintha tényleg el akarták volna kapni a gyerekeket. Volt ötletesség abban, hogy a csapat egyre fogyatkozott, ahogy egyre több helyszínre jutottunk el, és egyúttal a rejtélyek bátorság próbának is vehetőek lettek, amint többen is elbuktak. Ran és Suzu szála azonban feleslegesnek érződött, mivel úgy kellett volna elfogadni tőlük a versengést, hogy nem is ismerjük őket. A Hokage szobor úgy festett, mintha igazi lett volna, ráadásul már az onsen fürdős történet szálban is bemutatták a számunkra azt, hogy a szobrok igenis lehetnek ijesztőek. És mivel Hiruzen sajnos már akkor meghalt, amikor Naruto kisebb volt, Borutói generációja nem is ismerhette. Egy öreg ember pedig, akit ilyen fontoskodó pózba raknak, elég sok képzelgést tud teremteni a gyerekekben. Ahogy mozgatták, az animáció átadta a sebességet, és olyan volt a hatás, mintha tényleg egy nehéz tár csiklott volna szellemként. Ami azért valósulhatott meg, mert a történet szerint igazi és a szobor emlékműnek számít. És azzal, hogy Kavakiék így végigcipelték a bokrok között, nem kis tréfát adtak ezzel. És pont a módszer lett az, ami felhívhatta a nézőknek a figyelmét arra, hogy ez a próbálkozás Himawari ellen nem működhetett volna. Amint elgondolkodhattunk volna azon, hogy a hősnők a Byakuganjával láthatta volna, hogy miként mozog a szobor, a szál ezt meg is valósította, és a szemei rajzolása látványosra sikerült. A csakrának a megvalósítását is jól tették a képernyőre, de pont ezzel a lépéssel Himawari is azt bizonyította, hogy átlépett a felnőttességnek az útjára, és már ő se számít annyira kicsinek. Az Irukás kép speciális ábrázolással volt jelen, mintha egy kiállított festményt láthattunk volna, és mivel a hősünknek mindig kedves arca van, nem mindennapi volt gonosznak látni. Ez volt a legjobb a rejtélyek közül, hiszen a véres vécére nem fektettek annyi hangsúlyt, noha már a tudattól is el kellett volna menekülnie onnan mindenkinek. Viszont a vér színét visszafogták, és akkor ütött volna jobban, ha a Himawariék is véresek lesznek. A gonosz Iruka azonban akkor is komolynak számított, ha előre tudhattuk azt, hogy ez is meg volt rendezve. Mert egy hosszú nyelv nyúlt ki a gyerekekért, aminek a rajzolása és a mozgása pompásan működött. Ilyet Orochimarutól láthattunk régebben, és mivel Kavaki elvileg nem képes illúzió technikákra, ezt a jelenetet Kaénak az embere csinálhatta a genjutsu formájában, mivel a véres trükknél kiderült róla, hogy ő is egy ninja. Ilyen jó maszkot pedig nem lehet készíteni, kivéve akkor, ha a Himawariék szemszögéből láttuk az esetet, akik élethűbbnek látták a nyelvet félelmükben, mint amilyen valójában volt. A trükkös rejtély a kalandnak a főpontjának számít, és számos hiedelem létezik arról, hogy a tükörből valami vagy valaki előbújik.
Ráadásul több legendában is úgy szerepelnek a tükrök, mint átjárók egy másik világba. Az ellenben nem derült ki, hogy kavakiék milyen trükkös folyamattak volna a tükrös rejténél, hiszen közbeszólt a lebegő lepedő, amihez nem volt közük. Ez a hatás vehető az egyik legősibb hiedelemnek, hogy egy szellem belebújt egy ruhába vagy egy lepedőbe, és így siklik a házban éjszaka. A mozgás élethűre sikerült, hiszen átjött az anyagnak az ábrázolása, illetve a könnyedsége, azonban hiába volt gyors a lepedő, igazából kavakinak el kellett volna kapnia. Akár úgy, hogy a gyorsaságát használja, vagy úgy, hogy ninja fegyvereket haigál rá, vagy lefújhatta volna egy tűztámadással is, csak ezt a hősünk nem tehette meg. Amikor ugyanis rátértünk az utolsó rejtélyre, hogy van olyan az épületben, amikor este valaki úgy kúszik, mint egy horrorfilmnek a szörnye, kiderült, hogy Chinoval van dolgunk. A lepedőben pedig az ő bogarai voltak, és a kavaki lefújta volna egy tűzzel a lepedőt, a bogaraknak végük lett volna, bár az akció alatt egyáltalán nem látszott, hogy van valami az anyag alatt. És ha azért repkedtek a bogarak a lepedővel, hogy a lepedővel akar takarítani a hősünk, akkor a lepedőnek piszkosabbnak kellett volna lennie? Lehet, hogy ennyire tisztának akarják bemutatni a japán iskolákat, vagy Chino először választott ilyen módszert a takarításhoz, amikor pedig meglátták a bogarait, még nem is takarítottak semmit. Ahogy a hősünk a festék miatt zölden világított, a jelenet hűen tudott megágyazni a mutánsos hiedelmeknek, mintha Chino egy kísérleti alany lenne, vagy egy őrült tudós. Így nézve pedig még hatásosabb lett volna, ha Amadót is be tudják tenni a szálba, és ő lehetett volna a kíméletlen professzor. Viccesnek találhatjuk, ahogy Chino kefékkel szaladgálva súrolta a padlót éjjel, és villant bizonyára azért nem oltott, mert így akart áramot spórolni Konohának. Az ellenben érdekes, hogy van ideje ilyen plusz munkákra, ez ugyanis azt jelenti, hogy senki se várja haza, és csak aludni van otthon. Vagyis magányos lehet, de az is lehet, hogy a történet szerint alig sötétedett be, és csak kavakiék hitték azt, hogy milyen sokáig vannak fent, de így is jó lenne azt megkapni, hogy milyen Chinónak otthon egy napja. A kaland során arra is rávilágítottak, hogy az ilyen szórakozások nem voltak meg Kaénak, így igaz lett az, amit sejtettünk, hogy alapból hercegnőnek nevelték. Ezzel pedig izgalmat teremtettek még jobban azzal, hogy miért kell ennyire sietni az akadémiás idejével és a szórakozásokkal. És azzal is erősítettek a szálon, hogy Kavaki rokonszemre talált a hősnőnkkel abban, hogy ő is csak akkor ismerte meg a boldogságot, amikor Narutóékhoz került. A végén Himawari leleplezte magát Kavaki előtt, hogy tudta végig, hogy trükköztek velük. És ez a rátermettség kifejezte azt a nézőknek, hogy hamarosan belépünk az időeltelésbe, és lehet, hogy már nem sokáig láthatjuk ilyen ártatlannak Narutónak a lánya. Ha nektek is jó lenne egy olyan rész, amikor Chino otthonával foglalkozunk, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, nálatok van-e valamilyen helyen hiedelem egy épületről vagy egy tárgyról. A következő részben egy szabadtéri helyszínre fogunk ellátogatni, és megidézik hangulatban a táborozásnak az élményét. Lesz tűzrakás segédeszközök nélkül, és láthatunk ételkészítést is edényekkel és hozzávalókkal. Szóba kerül a csapatmunka, valamint a hercegnőnek a megvédése, és lehetséges, hogy megkapjuk az első komoly veszekedést Himawari és Kavaki között. A természet szeretete és a nyugalom közelít, ám akcióra is számíthatunk. Ki ne hagyjátok az új epizódot! Ez volt a heti animék Borutós változata erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.